Novemberben minden eddiginél nagyobb összegű nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, közölte a családokért felelős Nélküli miniszter hétfőn Facebook oldalán. Novák Katalin a videóban kiemelte, novemberben a megszokott nyugdíjhoz képest mindenki átlag nyugdíj esetén is körülbelül 100 ezer forinttal nagyobb összeget kap, mert a maximum 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellett megkapja a kiegészítő nyugdíjemelést a nyugdíj korrekciót is. A nyugdíjprémiumot csütörtökön kezdik el a postások, és a hónap végéig mindenki megkapja személyesen vagy a bankszámlájára, mondta a miniszter. A felek készen állnak a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló megállapodás aláírására hangsúlyozta Bodó Sándor az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára kedden az M1-en. Kiemelte, a jövő évi 200 ezer forint minimálbér és 260 ezer forint garantált bérminimum 20%-os növekedést jelent, amire az elmúlt években nem volt példa. Felidézte, hogy a Nemzeti Konzultáció is felhatalmazást adott a bérek megemelésére. Mivel a járvány negyedik hulláma itt topog az ajtóban, a szállítási láncokban nehézségek vannak, ezért hosszú távú megállapodást most nem kötnek. De erről a jövőben folytatják a tárgyalásokat a tervezhetőség érdekében. Modó Sándor rámutatott arra, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése hatással lesz az ennél magasabb bérekre, illetve a minimálbérhez kötött egyéb juttatásokra is. Az ETM államtitkára hangsúlyozta: A kormány segíti a munkáltatókat a megállapodás végrehajtásában, egyebek közt a munkáltatói járulékok csökkentésével, a kisvállalkozók adójának mérséklésével, illetve azzal, hogy a magyar kereskedelmi és iparkamara javaslatára a helyi iparűzési adó idei beszedési formája jövőre is megmarad. Ezekkel az intézkedésekkel a cégeknél mintegy 660-670 milliárd forint marad, amit béremelésre fordíthatnak a vállalatok. A kormány meghosszabbította az átjárást a Szépkártya egyes alszámlái között, így 9 hónappal tovább, 2022. szeptember 30 mint mintegy 1 millió munkavállaló a kártya bármelyik zsebéből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidőszolgáltatásért, szolgáltatásért, tájékoztatta az MT Tálai András Kedden. A pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára kiemelte, hogy a szép kártya zsebei közti átjárhatóság nem csak amint egy 1 millió foglalkoztatottat támogatja, hanem a turizmust is. A szép kártyára történő feltöltések adatait ismertetve elmondta, hogy az elmúlt években a feltöltések 70%-a vendéglátás a számlára, a 10%-a szabadidő alszámlára, és a 20%-a szálláshely alszámlára érkezett. Ám ennek a megoszlásnak lényegében 2022. szeptember 30-áig nincs jelentősége, hiszen Szécsényi Pihenőkártya egyes alszámláira utalt béren kívüli jutatás bármelyik másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás kiegyenlítésére is felhasználható. Így például a vendéglátás számlán összegyűlt összegből akár fürdő, uszoda bérlet is vásárolható, vagy a szállásdíj is kiegyenlíthető, mutatott rá Tálai András. A kormány számos eszközzel segíti a turizmusban tevékenykedő vállalkozásokat, hiszen ez a koronavírus válságnak leginkább kitett ágazat húzta alá. A kormány továbbra is segíti az agrárszektort, hiszen 2022-ben és utána is érvényes marad a fordított adózás a gabonafélék esetében. Az ÁFA módosítására amiatt is szükség volt, hogy jelentősen bővülhessen a vállalkozásoknak nyújtott adóhivatali szolgáltatási repertoár. A cél ugyanis az, hogy az Európai Unió tagállamai közül néhány éven belül Magyarországon legyen a legkisebb az adóadminisztráció tájékoztatta az MT-t Izer Norbert. A pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a legújabb adót érintő kormányrendelet kapcsán kiemelte, hogy a gabona ágazat minden piaci szereplőjének igényét kielégítve jövőre is marad a fordított adózás. Csak nem tíz évvel ezelőtt a magyar kormánynak sikerült elérnie Brüsszelben, hogy a gabona kereskedők 2012. július 1-től fordítottan fizessék az áfát, emlékeztetett Izer Norbert. Az online gazdaság fehérítő magyar találmányok, mint például az online számla, a pénztárgép és az EKR mellett a csalás elleni küzdelem egyik hatékony eszköze a fordított adózás, szögezte le az államtitkár. Felidézte, hogy rögtön a fordított adózás bevezetését követően 2012. júliusában a gabonaszállítmányok forgalma több határszakasz közelében 70%-kal esett vissza. Mindez jól szemlélteti a csalások nagyságrendjét is, és azt, hogy a tisztességes piaci szereplők mennyit nyerhettek eddig, és a fordított adózás meghosszabbítása révén mennyit nyernek majd a jövőben is, magyarázta. A kormány célja az, hogy a családok a lakosság után a vállalkozásokat is mentesítse a felesleges adóbürokrácia alól, hangsúlyozta Izer Norbert. Rendkívüli keretemelésről döntöttek a kistelepüléseken működő vállalkozások pályázatán, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a minisztérium hétindító ülését követően hétfőn Facebook oldalán. Közlése szerint a GINOP kiírásán már 27 milliárd forinttal támogatta 2600 kisvállalkozást, akik kistelepüléseken településeken úgynevezett szabad vállalkozási zónákban működnek. Most úgy döntöttek, hogy további 18,5 milliárd forinttal bővítik a pályázat keretét. A cégek 2 és 10 millió forint közötti összeget nyerhetnek el, amelyet beruházásra, eszközök beszerzésére, digitális korszerűsítésre vagy a munkatársak képzésére fordíthatnak. November 9-től várják a pályázatokat, közölte Varga Mihály. A cél világos, a gazdaság újraindításában a legkisebb települések és a legkisebb vállalkozások is sikerrel vegyenek részt, fogalmazott a pénzügyminiszter. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelmeztetést adott ki, mi szerint a személyi jövedelemadó visszatérítés kapcsán beindultak az adathalászok. A közleményben kifejtik, hogy újra felbukkantak csaló e-mailek, amelyekkel a magyarok bizalmas adatait próbálják kicsalni a szervezet nevében. A NAV sem e-mailben, sem telefonon, sem pedig SMS-ben nem kér adatokat az adó visszatérítés céljából. A NAV egyúttal azt is kéri, hogy ezekre senki ne válaszoljon. A személyi jövedelemadó visszatérítéssel kapcsolatos adatokat kizárólag a visszadó nevű nyilatkozatban várják. Ehhez pedig a nav.gov.hu a visszatérítés felületét kell használni. Az idén októberben a fogyasztói árak átlagosan 6,5%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illetve a szeszesitalok, dohányáruk ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1%-kal nőttek, közölte a Központi Statisztikai Hivatal kedden. Az idén, januártól októberben az előző év azonos időszakához képest a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 4,6%-kal, a nyugdíjas háztartások körében 4,2%-kal emelkedtek. A maginfláció az előző hónaphoz képest 0,9%, tavaly októberhez viszonyítva 4,7% volt. Az előző év azonos időszakához képest az élelmiszerek ára 5,2%-kal, ezen belül az étolajé 30,4%, a margariné 18,8, a liszté 12,5, a munkahelyi étkezésé 10,1, a baromfi húsé 9,3, a pék süteményeké 8,4, a kenyéré 8,1, a büféjáruké és az éttermi étkezésé egyaránt 7,9%-kal emelkedett. Egy év alatt a jármű üzemanyagok 30,7%-kal, a lakás javító és karbantartó cikkeké 13,9%-kal lett magasabb mint 2020 azonos időszakában. A szeszes italok dohányárok átlagosan 113 ezen belül a dohányárok 17,6%-kal drágultak. Nemzeti érdekek mentén is lehet sikeres környezetpolitikát folytatni, ért a közösségi oldalán az igazságügyi miniszter hétfőn, miután részt vett az Európa Tanács világfórum a demokráciáért című rendezvényén. Varga Judit a panelbeszélgetésről közölte, ismert közéleti személyekkel arra keresték a választ, hogy milyen kormányzati döntésekkel lehet legsikeresebben előmozdítani a környezetvédelmét. Beszámolója szerint a résztvevőknek is hangsúlyozta, a hatékony klímapolitikát csak közös erővel, az állampolgárok egyetértésével lehet folytatni. Éppen ezért a magyar kormány a legfontosabb politikai kérdésekben konzultációkkal kéri ki az emberek véleményét. Nyíltan kijelenthetjük, hogy hazánk konzervatív zöld politikája sikeres úton jár, szögezte le Varga Judit, majd úgy folytatta, Magyarország a világ azon kevés államai közé tartozik, amelyek a széndiokszid kibocsátásuk csökkentése mellett is növelni tudták gazdaságukat, mellette pedig konkrét lépéseket tettek a fenntartható fejlődésért. Érvényesítették a magyarországi aláírásokat a Nemzeti Régiókért indított Európai Polgári Kezdeményezéshez. Ezzel összegyűlt a szükséges 1 millió aláírás közölte Pesti László a kezdeményezés, illetve az azt támogató gerilla.hu kampányfőnöke hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint múlt szerdán érvényesítették a mintegy 774 ezer magyarországi aláírást, a székely petícióként is ismert nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezéshez. Ezzel összegyűlt a szükséges 1 millió aláírás és a megfelelő számú aláírást benyújtó 7 uniós ország, írta. A székelyek Európai Uniós aláírás gyűjtését siker koronázta, fogalmazott. Az Európai Polgári Kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az EU állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjeszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. Pesti László közölte, Romániában 271 ezer, Spanyolországban 48 ezer, Szlovákiában 27 ezer, Belgiumban 16 ezer, Írországban és Litvániában 11-11 ezer aláírás gyűjt össze. Lettország, Szlovénia és Védország nem ismeri el az ottani eredményt. A horvát bizottság pedig még számol. A kampányfőnök kitért arra, az Unió 9 év alatt 85 polgári kezdeményezésnek engedélyezte, hogy elindulhasson. Ebből 7 lett sikeres, köztük a Székely Petíció. Jelezte, az Unió hamarosan, talán egy éven belül érdemben foglalkozni fog a Székely kezdeményezéssel. A CLLD pályázat kulturális terek felújítása projektnek köszönhetően a Kemencés szín felépülése mellett. Megújulhat a Molai Városrész katedra épülete, a Komáromi Jókai morkönyvtár a Monostori Dózsa György Művelődési Ház, valamint ennek köszönhetően újulhatott meg a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház is Komáromban. Megtörtént az épület akadálymentesítése, megújultak a vízes blokkok, valamint a szakemberek kialakítottak egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott mosdó és mellékhelységet, illetve egy pelenkázóval felszerelt bababarát helységet is. A nézőtér teljesen új bankett székeket kapott, melyek hozzájárulnak az igazi, kényelmes színházi élmény biztosításához. Új fényezést kapott a terem padlózata, a színpad, kicserélték a nyílászárókat, valamint esztétikus falvédők kerültek a nagy terem falára, melyek még patetikusabbá teszik a közösségi teret. A felújítás összértéke 12 millió forint volt, mely támogatás jóváhagyásában nagy segítséget nyújtott Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő. Számolt be dr. Molnár Attila polgármester. A városvezető elmondta, hogy bízik abban, hogy a pandémiás helyzet elmúltával számos rendezvénynek adhat majd otthont a nívós színházi terem. Január 6-án a magyar férfi kézilabda-válogatott felkészülési mérkőzésével avatják fel a tatabányai multifunkciós csarnokot. Ezt követően a január 13-ától 30-áig tartó magyar szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat ellenfele fehér Oroszország lesz az új létesítményben. A közel 20 négyzetméteres, méteres 6000 férőhelyes tatabányai aréna alapkövét tavaly január végén tették le és a részben hazai rendezésű kézilabda ebén tartalékverseny helyszín lesz, írja a Nemzeti Sport. Csütörtökön foltokban tartósan megmaradhat a köd és a réteg felhőzet, de máshol csak kevés felhő lesz az égen és sok napsütésre készülhetünk. Csapadék nem lesz, az északi szél mérsékelt lesz, 6 és 14 fokra melegszik a levegő. Pénteken átmenetileg megnövekszik majd a és csökken is a felhőzet, de délután már napos idő lesz jellemző. Csapadék nem várható, mérsékelt lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul. Szombaton a reggeli kötfoltok feloszlása után gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem várható, változó irányú szél lesz, koradél után 7 és 12 fok várható. Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan kell esőre, záporra számítani. Az észak-nyugati szél erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 8 és 13 fok között alakul. A jövő hét elején erősen felhős borút lesz az ég, és további elszórt esőre, záporra van kilátás. Élénk lesz az északi szél, 4 és 9 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.